Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy milyen termékeket használtam el az elmúlt hetekben. Én nem tudom, hogy régen volt ilyen elfogyottas videó, vagy csak nagyon belehúztam és sok mindent használtam el az elmúlt időszakban, de konkrétan annyira tele van a szatyor, amiben az üres flakonokat szoktam gyűjteni, hogy fel sem tudom emelni, hogy megmutassam nektek. Úgyhogy csak így szedegetem ki belőle teljesen random, ami benne van, és mondom róluk a rövid véleményemet. Az első dolog, ami a kezembe akadt, az a néve a Silk Mousse tusolóhab, ez a Cream Care verzió. Ezt egyébként nagyon szeretem, bár megmondom őszintén, hogy van ebből egy ilyen világos kék, flakonos verzió, aminek az illata nekem jobban tetszik, mert ez egy picit visszafogottabb, de egyébként úgy általánosságban nagyon szeretem az ilyen tusolóhabokat, írtam is róluk egy ilyen összehasonlító bejegyzést a blogon, úgyhogy azt majd beteszem a videó alá. Van itt két arctisztító kendő is, mindegyik néve az egyik az a micellás arctisztító kendő, a másik pedig a Cream Care arctisztító kendő. Az a helyzet, hogy rá kellett jönnöm, hogy nem igazán szeretem az arctisztító kendőket, és nem csak ezeket, hanem úgy általánosságban. És az a legfőbb problémám velük, hogy mivel nem lehet normálisan visszacsukni ezt a kis záró részt, ezért szinte mindig idő előtt kiszáradnak, és egyszerűen egy idő után már nem tudom megfelelően használni őket. Ezeket is végül ilyen swatchok letörlésére használtam, de úgy különösebben nem vagyok oda ezekért. Hogyha ti esetleg próbáltatok már olyan arctisztító kendőt, ami bevált nektek és nagyon szeretitek, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben. A következő termékről már több helyen is volt szó, legutóbb a 2016-os kedvences videóban, amit hogyha nem láttatok, akkor mindenféleképpen nézzetek majd meg, beteszem fölülre, illetve lentre is. Ez a Fee Cosmetics Mandala Gyengéd Arcradír, ami számomra a lehető legeslegjobb arcradír volt 2016-ban, amit kipróbáltam. Nagyon gyengéd, de mégis nagyon hatékonyan radíroz, és hihetetlenül friss, üde, hidratált és ragyogó lesz utána a bőr. Az egyetlen negatívum a számomra a csomagolása, de még ezt is elnéztem neki, mert annyira nagyon szerettem. A következő dolog az a Clinique Repairer Anti-Gravity szemkörnyék ápoló. Én éjszakára használtam, és nagyon szerettem, mert úgy vettem észre, hogy valóban csinált valamit itt a szemkörnyékemmel, valahogy minthogyha a meglévő vonalak picit halványodtak volna, illetve reggel valahogy nem volt annyira duzzadt a szemkörnyék, illetve nem tűnt annyira fáradtnak. Nagyon szerettem, de most egyelőre nem fogom újra venni, mert most egy ilyen másik szemkörnyékápolót próbálok ki. A következő termék, amiről beszélni szeretnék, az a Balea koltengeri sós, olajos, citromfüves testradír, ami igazából nem fogyott el, de egyszerűen nem tudtam elhasználni, mert annyira nem szerettem, hogy nem tudtam mindet elhasználni, pedig azt hittem, hogy jó lesz. Több szempontból sem jött be nekem. Egyrészt, mert így külön válik benne az olaj, meg ezek a radírozó szemcsék, tehát nagyjából minden egyes használat előtt így fel kéne keverni, hogy jól elvegyüljön minden. Másrészt nekem egyszerűen túl durvák voltak benne a szemcsék, tehát szinte így karcolta a bőrömet, és ez nagyon-nagyon nem tetszett nekem. Úgyhogy hát ez nekem nem jött be végül. A következő termék az a Dove Derma Spa Uplifted Plus feszesítő testápoló, ami igazából nem volt rossz, de úgy különösebben nem vettem észre, hogy olyan nagyon-nagyon feszes lett volna tőle a bőröm, de egyébként egy gyorsan felszívódó, kellemes kis testápoló. Van itt néhány hajápoló termék is. Először is itt van a Dove Advanced Hair Series Regenerate Nourishment balzsam, illetve sampon. Ezeket én nagyon-nagyon szerettem, a blogon is írtam róluk bejegyzést. Ezek ilyen károsodott, illetve töredezett, száraz hajra valók. Nekem nagyon beváltak, nagyon szép, fényes és puha lett tőle a hajam. Én úgy vettem észre, hogy valóban segített a hajam állapotám. Viszont egyelőre nem vettem újra, mert hogy én ilyen eléggé random sampon használó vagyok, tehát mindig éppen azt veszem, ami valamiért felkeltette az érdeklődésemet, de szerintem később még biztosan vissza fogok térni ezekhez. Aztán itt van még az Elsev Nutrigloss Luminizer sampon, illetve balzsam, ez fakó hajra való. Ezeket nem különösebben szerettem, igazából nem vettem észre, hogy olyan nagyon ragyogó és puha lesz tőlük a hajam. Ugye elhasználtam őket, de nem váltak be különösebben. A következő az egy hajformázó termék, mégpedig a L'Oréal Professionnel White Stylers ásványi anyagokkal dúsított fixáló spray a vad hatásért, tehát ez tulajdonképpen
részben egy hajlag, részben texturáló spré, de kicsit olyan is, mint egy száraz sampon, és hihetetlenül jó, amikor egy picit már olyan megfáradt volt a hajam, tehát mondjuk olyan 3 napos körülbelül, akkor ezt csak ráfújtam, tök jól megemelte a töveket, egy picit elvett a hajam ilyen zsírosabb csillogásából is, és nagyon-nagyon szerettem ezt. Ezt egyébként csak professzionális fodrász üzletekben lehet beszerezni, ahol árulnak ilyen L'Oréal professzionál termékeket, de azt hiszem, hogy fel fogom kutatni, hogy hol lehet kapni, és veszek belőle, mert tényleg nagyon jó. Találtam még egy arctisztító kendőt, ez a Garnier micellás extra gyengéd arctisztító kendő, érzékeny bőrre, illetve szemekre. Igazából erről is nagyjából ugyanazt tudom elmondani, mint a nívás arctisztító kendőkről. Nem szerettem különösebben, nekem egyszerűen ezek nem elég hatékonyak sminkel távolításhoz. Szerintem semmi nem távolítja olyan jól el a sminket, mint egy vattakorong micellás vízzel, legalábbis nekem ez vált be leginkább, úgyhogy ezt az arctisztító kendőt sem szerettem különösebben. Elhasználtam egy-egy flakonnal a szokásos kis Garnier Essential Sensitive nyugtató tonikomból, illetve a Garnier érzékeny bőrre való micellás vízből is, ezeket még mindig nagyon imádom. Van itt néhány tusfürdő, például a cseresznye illatú baba tusfürdő, amit azért szeretem nagyon, mert olyan illata van, mint a cseresznye szörpnek, és amikor ezzel zuhanyoztam, totál olyan érzésem volt, mint hogyha nyár lenne, úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon kellemes illatú tusfürdő, olyan igazi gyümölcs illata van. Van itt még egy Bionzen Zen havés tusfürdő, antioxidáns hatású macsateával és ginkgo bilovával, ezt a DM-ben vettem, és egy ilyen teljesen random vásárlás eredménye volt, azt hiszem talán akciós volt, és hát ez egy elég nagy flakon, mivel fél literes, de úgy különösebb véleményem nincs róla, ha jól emlékszem, akkor végül kézmosónak használtuk el. Van itt két Dove Nutrium Moisture tusfürdő, ezt már mondtam, hogy ezeket nagyon szeretem. Ez a Deeply Nourishing verzió, ez pedig a Nourishing Care and Oil, igazából bármelyik ilyen Dove Nutrium Moisture tusfürdőt imádom, mert nagyon sűrűek, jól habzanak, jól tisztítanak, hidratálják a bőrt, nem szárítanak, és nagyon finom illatokban kapható, úgyhogy nagyon szeretem őket. És még egy tusfürdő, ez pedig a Balea Cukerzűz vattacukor illatú tusfürdő, ez szerintem valami limitált cucc lehetett, bár nincsen ráírva, de biztos, hogy az volt. Hát igen, ennek ilyen eléggé édes, már-már gel illata van, de hát ezek annyira olcsók, ezek a Balea tusfürdők, mennyi? 270 forint körülbelül, hogyha az embernek nem is jönnek be, akkor sem bukik rajtuk nagyon, de egyébként én szerettem ennek az édeskés illatát. Van itt két dezodor is, az egyik az a Dove Original 48 órás izzadásgátló. Ennek ilyen eléggé púderes illata van, ami engem néha egy picit már-már zavart is, valahogy olyan túl erős púderes illata volt, ami nem mindig tolerált az orrom, de egyébként én nagyon szeretem ezeket a fújós dezodorokat, úgyhogy alapvetően nem volt gondom vele, csak néha egy picit idegesített az illata. A másik az pedig a CD Deo Balzám Aloe Vera illatú dezodor, amiben 0% ásványolaj, szilikon, parabén, színezőanyag, illetve állati eredetű összetevő van, tehát hogy ezek nincsenek benne magyarul, illetve alkoholt sem tartalmaz. Ezek tudjátok olyan dezodorok, amik ilyen eléggé nedves érzést hagynak maguk után a hónajban, de igazából itthonra simán elhasználtam, tehát amikor nem kellett mennem sehova, és nem volt fontos az, hogy tényleg olyan igazán száraz legyen a hónajam, akkor simán elhasználtam ezt is. Az illata az meg egy ilyen frissebb illat, úgyhogy végül is nem volt rossz, de olyan különösebben nem voltam oda érte. Még egy dezodor, ez a Rexona Motion Sense Active Shield izzadásgátló, ami egy elég jó, hatékony izzadásgátló, úgyhogy ezt nagyon szerettem. Jöjjön akkor néhány arcápoló termék, az egyik az a Himalaya Herbals barackos arcradír, természetes E-vitaminnal minden bőrtípusra. Alapvetően nem volt rossz ez az arcradír, de hát ugye, ahogy láthattátok, már találtam ennél sokkal jobbat. Egy picit talán túl durva nekem ez az arcradír, de akinek nem érzékeny a bőre, azt szerintem simán használhatja, és úgy tudom, hogy nagyon sokan szeretik egyébként ezt. Van itt még egy Vichy 3-1-ben arclemosó, ez arclemosó, tej, tonik és szemfesték lemosó egyben. Ha jól emlékszem, akkor ez valamelyik Pixi Boxban volt. Nem voltam érte oda különösebben, legalábbis mint szemfesték lemosó nekem egyáltalán nem vált be, de egyébként így arctisztításra szerettem. Úgy elhasználgattam, de mondom, nem voltam teljesen 100%-ig megelégedve a tisztító hatásával,
de egyébként nem irritálta a bőrömet, illetve nem is szárította, úgyhogy hát ez kicsit ilyen meh. Van itt egy The Body Shop Aloe nyugtató zselé érzékeny bőrre. Ezt igazából lehet használni kipirosodott bőrre, vagy például nyáron, hogyha egy picit megpiúgtatok a napon, vagy akár ilyen kisebb égési sérülésekre. Én amikor például főzés közben megégettem magam, akkor mindig kentem ebből a kis sebecskémre. És egyébként egy egészen jó kis nyugtató zseli, úgyhogy én ezt szerettem. Még egy Body Shop termék, ez az L-vitaminos éjszakai szérumolaj, amit én nagyon-nagyon szeretek. Szerintem nagyon jól hidratálja a bőrt, tudjátok, ez ilyen kis csepegtetős, pipettás kiszerelésű, és én ezt mindig az éjszakai arckrémem előtt használtam, így finoman beletapogattam a bőrömbe, nagyon gyorsan beszívódott, nem volt utána olajos érzés, és tényleg reggelre sokkal rugalmasabb, puhább és hidratáltabb lett tőle a bőröm, úgyhogy ez szerintem nagyon jó. Erről is beszéltem már rengeteget, ez a L'Occitane Peoniás bőrtökéletesítő arckrém. Ez számomra a tökéletes arckrém, szintén benne volt a 2016-os kedvences videómban, és tényleg nem tudom eleget dicsérni, mert annyira szuper. Elhasználtam egy Nuxe tégelyes ajakbalzsamot is, ezt is nagyon szeretem, ez egy nagyon gazdag, nagyon sűrű ajakbalzsam, éppen ezért én leginkább csak éjszakára ajánlom a használatát, mert kell azért neki idő, hogy beszívódjon, de nekem nagyon bevált, nagyon jól hidratálta még a nagyon száraz ajkaimat is, viszont most találtam egy ennél jobb ajakbalzsamot, amiről beszéltem az előző szerdeményes videómban, de egyébként szeretem ezt is. Elhasználtam egy ilyen pici The Body Shop olivás testvajat. Én nagyon szeretem ezeket az 50 ml-es testvajakat, hiszen ezeket akár magammal is tudom vinni, illetve itthon is így előhagyom őket, és hogyha szárazabb a kezem, vagy valahol úgy érzem, hogy száraz a bőröm, akkor csak bekenem vele egyszerűen. És ennek egyébként ilyen egészen kis visszafogott, kellemes illata van. Itt van még ez a Soap & Glory Hand Food hidratáló kézkrém, amiről már beszéltem valamelyik videómban. Ezt igazából nem használtam el, mert hogy konkrétan félúton szerintem megromlott. Valahogy így ketté vált a benne lévő kézkrém, és gusztustalan volt, ahogy így nyomtam ki, és folyott egy ilyen lé, benne krémdarabok, akkor próbáltam összerázni, mindent próbáltam igazából, de szerintem ez konkrétan megromlott félúton, amit nagyon sajnálok, mert amúgy egyébként nagyon szerettem, de hát így nem tudtam elhasználni az egész flakonnal, sőt, szerintem kb. A felét tudtam csak elhasználni. Aztán egy arckrém, amit megint csak nem sikerült elhasználnom, vagyis hát igazából nem mertem már használni, mert elég régen bontottam fel, és egy év ennek a felbontástól számított szabadosság ideje. Ez az Eucerin pirosság elleni éjszakai krém. Egyébként ez egy nagyon jó kis arckrém volt, szerette a bőröm, nem irritálta, nyugtatta, jól hidratálta, de így valahogy bekerült a kis arcápolós kosár a maljára, és elfeledkeztem róla, és mondom, már nem mertem a bőrömre kenni, mert attól féltem, hogy többet ártanék vele, mint amennyit használnék. A következő dolog az a Waltz Heat Shower Spa. Milyennek a pontos neve? Tusológomba, mégpedig a mentolos verzió, ami az Adamant Eve by Pixi Box férfinői meglepetés dobozban van benne. Ez tulajdonképpen egy ilyen zuhany tabletta, amit be kell tenni a zuhanyzó aljára, és ahogyan zuhanyoztok, ez ugye elkezd fezsegni, és akkor így száll föl az illata. Egy nagyon jó kis aromaterápiás élmény, ez a mentolos verzió, ez különösen frissítő volt, és nagyon ilyen üdítő élmény volt vele zuhanyozni. Hát ezt ugye főleg azoknak tudom ajánlani, akiknek nincsen otthon kád, de nem szeretnének kimaradni ebből a fürdőbombás élményből, hát ez tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen tusolóbomba, és több illatban is lehet kapni, úgyhogy szerintem én ki fogok még próbálni más illatokat, mert nagyon bejött ez nekem. Van itt egy körömlak lemosó, amit nem sikerült elhasználnom, mert annyira utáltam, ez a DM saját márkás Ebelin acetonmentes mandula illatú körömlak lemosója. Utáltam ezt a körömlak lemosót, hihetetlenül kiszárította a körmeimet, nem is volt alapos az eltávolításban, tehát többször rá kellett mennem egy-egy körömre, úgyhogy nem tudtam elhasználni, mert egyszerűen annyira rossz, annyira nem szerettem, hogy nem vagyok hajlandó tovább bántani a körmeimet ezzel a körömlak lemosóval. Van itt még egy Body Shop kézkrém is, ez a Hemp Hand Protector, vagyis a kendermagolajos kézkrém, ami egy hihetetlenül gazdag, intenzív,
hidratáló kézkrém. Akinek nagyon-nagyon száraz keze van, annak tudom ajánlani, hogy próbálja ezt ki, illetve akár férfiaknak is, mivel ennek egy ilyen viszonylag semleges illata van, tehát ők is nyugodtan használhatják, és tényleg most így télen ebben a nagy hidegben a nagyon száraz kezekre ez egy szuper választás. És a végére már csak néhány sminktermék maradt, az egyik a Rimmel Match Perfection alapozó. Ezt én nagyon-nagyon szeretem, ez az egyik kedvenc alapozóm. Nagyon szép a fedése, abszolút természetes, nincsen maszk hatás, de mégis nagyon jól elfedi a bőrhibákat. Természetes finisha van, tényleg nagyon-nagyon szeretem ezt az alapozót. Ahogyan ezt a Catrice szempilla spirált is, szintén volt róla szó a 2016-os kedvences videókban, ez a Catrice Glam & Doll False Lashes szempilla spirál, gyönyörű szempillákat csinál, dúsít, ível, hosszabbít, nem potyog, nem maszatolódik, szilikonkeféje van, ilyen picit ilyen banán alakú, tényleg egyszerűen zseniális ez a szempilla spirál, nagyon tudom ajánlani nektek, hogy próbáljátok ki. Itt van még ez a Maybelline Instant Anti-Age Effect korrektor, tudjátok, ez a kis szivacsos tetejű korrektor, amit én még, hát nem is tudom, valamikor Bécsben vettem, vagy már nem is tudom, hogy hol, de úgy hallottam, hogy állítólag lehet már kapni náluk is. Én még nem találkoztam vele, de valaki azt mondta, hogy valahol már felbukott ez a korrektor is, úgyhogy mindenféleképpen fel kell kutatnom, mert egyszerűen imádom, tökéletes ide a szem alatti részre, nagyon szépen el lehet oszlatni, nem ül bele a ráncokba, szép fedése van, tényleg nagyon jó korrektor, úgyhogy ha tehetitek, akkor próbáljátok ki ti is. És van itt egy másik korrektor is, az a Catrice Camouflage Cream korrektor. Igazából ezt sem használtam el teljesen, de ez is már annyira régóta megvolt, hogy nem mertem tovább használni, viszont mindenféleképpen kell belőle utánpótlás, mert a bőrhibákra ez egyszerűen tökéletes korrektor, szerintem drogériás viszonylatban az egyik legjobb korrektor így pattanásokra, illetve nagyon szeretném már beszerezni ezt a folyékony applikátoros verzióját, de egyszerűen akárhányszor megyek rossz magamban, soha nincsen belőle, mindig ki van fogyva, hát nyilván mindenki nagyon szereti, mert tényleg mindenki nagyon jókat mond róla, úgyhogy ebből a tégelyesből is kellene vennem meg abból a folyékony applikátoros verzióból is. Aztán van itt még egy L'Oréal Brow Artist Plumper szemöldök formázó, hogyha jól látom, akkor ennek már más a csomagolása, mert nekem van belőle egy másik tubussal, és annak már valahogy ilyen szürke ez a kis tubusa. Ezt nagyon szeretem, szerintem az egyik legegyszerűbb és legjobb ilyen kis szemöldökformázó. Ez színt is ad, tartást is ad, illetve fel is tölti a szemöldököt, és tényleg nagyon egyszerű a használata, mert egy ilyen kis keféje van, csak így végighúzom a szemöldökömön, és már mehetek is, úgyhogy szerintem ez nagyon szuper. És végül, de nem utolsó sorban, itt van még ez a Max Factor Masterpiece Max High Volume and Definition szempilla spirál, amit nagyon-nagyon szerettem. Ennek ilyen szilikonkeféje van, picit így elvékonyodik a vége felé, és nagyon jól elkapja a pillákat, lehet nyugodtan több rétegben is felvinni, mert nem tapasztja össze őket, és tényleg nagyon szép szempillákat lehet vele elérni, úgyhogy ezt is nagyon szerettem. Ezek lettek volna azok a termékek, amiket az elmúlt időszakban elhasználtam. Hogyha ti is próbáltatok valamit ezek közül, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben a véleményeteket, mert kíváncsi vagyok, hogy nektek melyik vált be. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Ezen kívül követhettek Facebookon, Instagramon, illetve a blogon is. Minden elérhetőségemet megtalálhatjátok a videó alatt. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!